elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy Romániában a 21. században ilyen történjen. Függetlenül attól, hogy kit mennyire zavar egyik vagy másik civil szervezetnek a fellépése, a válasz nem lehet az erőszak, nem lehet a brutalitás, és nem válaszolhat se terület tulajdonos, és még kevésbé erdész így egy esetleges provokációra. Nem tudjuk, hogy mi történt az erdőben, de teljes mértékben elítélem, és arra számítok, hogy a tettesek a legnagyobb büntetést kapják meg, hisz egy olyan szemét bántottak, aki meggyőződése szerint azért küzd, hogy az erdőben ne legyen falupás. Lehet, hogy néha az erdő tulajdonosok és az erdészek nem értenek egyet azzal, ahogy teszi ezt, de semmiképpen se szabad úgy válaszolni, ahogy ezt tették. Bízok abban, hogy a kivizsgálás hamar lezárul, és bíróság elé kerülnek azok, akik ezeket az elfogadhatatlan tetteket elkövették. A kettős kihívás az nehezen teljesíthető, kétségtelen, hogy hosszú távon ezt nem lehet csinálni, ezért rövid ideiglenes megoldás arra a periódusra, amíg tisztázódnak a vizek a kollégáknál, a koalíciós partnereknél. Semmiképpen sem szeretném ezt túl hosszú ideig csinálni, mindent megteszünk azért, hogy a folytonosságot biztosítsuk, hogy a futóprojekteket, azokat ne botlasszuk, és várjuk mielőbb a liberális és az uszerés kollégák közötti béke újra felállását, ahhoz, hogy tudjuk folytatni csapatban együtt tovább. A kihívások és a felelősség óriási. Akkor, amikor elvállaltuk a minisztériumot, akkor, amikor elvállalt az RMDS a kormány koalícióban való részvételt, akkor tudtuk, hogy ez egyik legnehezebb periódusban, és úgy hozta a sors, hogy talán a legnehezebb minisztériumokat vezetjük. Környezetvédelmi szempontból kétségtelen, hogy minden a gyerekeinkről szól. Minden arról szól, hogy ahhoz képest, hogy milyen környezetet kaptunk mi, mit fogunk átadni nekük. És sajnos a mi generációnk nem gazdálkodott túlságosan jól ezekkel a talentumokkal. Sokkal tisztább volt talán a környezet, amit átvettünk, és a felelőtlen magatartással sokat tudunk rontani azon, és a gyerekeink számára egy mérgezettebb levegővel rendelkező, egy kevesebb erdővel jellemezhető, és több szeméttel terhelt környezetet fogunk átadni, hogyha nem változtatunk a magatartásunkon. A családban a felelős szülő a gyerekeit környezettudatos magatartásra neveli. Onnan indul minden, ahogy a hulladékot szelektíven gyűjtjük otthon a családban, úgy, ahogy a gyerekkel megismertetjük és megszeretetjük az erdőt, abból indul minden, hogy viszonyulunk mi szülőkként a környezetünkhez, mert gyerekek abból a példából fognak tanulni. Erről szól a kongresszus, arról szól az RMDS 15. kongresszusa, hogy a családban hogy fogunk olyan programokat, politikákat folytatni, hogy azok hosszú távra biztosítsák az erdélyi magyar közösség jövőjét. És akkor egy kicsit szakpolitikább kérdés, ugye a vadkárok megtérítése, illetve a sérült személyeknek a kártérítése, kárpótlása, hogyan áll ez a helyzet most? 2021-et úgy kell lezárjuk, hogy vadkár témában és erdő kompenzációs témában se legyen a minisztériumnak tartozása senki fele. Egy teljesen rendezetlen rendszert vettünk át. A brassói környezet erdőrségnél például hetekbe, hónapokba telt, amíg tisztáztuk a vadkár igényléseket. Több éves elfelejtett, porosodó penészes dokumentációt kaptunk és vettünk át. Ezek között raktunk rendet, és a célom az, hogy a erdőkompenzáció, erdős kifizetések és vadkár kifizetésben is az évet tisztán zárjuk. Ne maradjunk adósa senkinek. A vadkár megállapítási rendszert reformálni fogjuk, át fogjuk írni azért, hogy valós kártérítést kapjanak a gazdák. Az emberi életbe tett károk esetében az RMDS volt az, aki javasolta, hogy az állam vállaljon felelősséget és fizessen kártérítést akkor, hogyha a védett állat kárt okoz az emberi életben, az ember egészségében, és ezeket a kárpótlásokat, kártérítéseket a minisztérium meg fogja fizetni. Hánykor kell egy olyan miniszter, aki két minisztériumot vezet? 6:30-kor indulok, általában 7:00 van az első megbeszélésem, sorra veszem a minisztériumokat, remélem nem tart sokáig.